Bányai Sándor nyelvestető. A néhai Gál Mózesre gyermekkorom regélőire emlékezve. Csíkországban hal az erdők zöldebbek talán, mint máshol, ahol ezüst hangú rigók énekelnek a nagyfákon, s hol a fenyők olyan mélyen kapaszkodnak a vénföldbe, kitépni vihar sem tudja másképpen, csak kettétölve. Van ott a sok nagyhegy között egy szelíden, szépen hajló, mint egy nyereg, kit visel a mesebeli óriások. Úgy is hívják nyergestető. Az egyik kengyel vas a kászon, a másik meg az innenső, így csillogna csikkozmáson. Nem csak szép, de híres hely is, fönn a tetőn a nyerekben, ott zöldelnek a fenyőfák, egész csikban a legszebben. Ott teresztik legmélyebbre gyökerüket a vén törzsek, a viharban nem mozdulnak, inkább szálig ketté törnek. Évszázados ez az erdő, áll azóta rendületlen, szabadságharcosok vére lüktetlen a gyökerekben. Mert temető ez az erdő, és kopja fa minden szálfa. Itt esett el Gál Sándornak 100-nál is több katonája. Véres harc volt. A patak is vértől áradt azon lenggel. Támadt a cár és a császár hatalmas nagy hadsereggel. De a védők nem rettentek. Alig voltak, ha 200-an. Álltak mind a fenyők a harc rettentő nagy viharában. Végül csellel, árulással délre körülvették őket, mert nem adta magát a székely, mind a szálfák ketté törtek. Elámult az ellenség is ekkora bátorság láttán, zászlót hajtva temette el a hősöket a hegy hátán. Úgy haltak meg a székelyek mindegy szálig olyan bátran, mint az a görög 300 Termopilé szorosában. Nem tud róluk a nagy világ, hőstetükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda, dicsőítő harciének. Csak a sírjukon nőtt fenyők, fönn a tetőn, a nyerekben, s azért zöldel az az erdő, egész csíkban a legszebben.